Köszöntök a Kocsonyák Köszönyök Bajnát a rendkívül testületi ülését. A megállapodom, hogy a testület határozott képes, képérzőként kitelesítőt szeretnék élni a Humás Jenő és Mázás Krisztina személyében. Ha elfogadja a testület, akkor kérem testület jelezze. Akkor a testület egyhangulag elfogadta. Kérdezem, a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban mindenki egyetért. Minden, akkor kérem jelezze a testület. Köszönöm szépen. Az első napirendi pontunk a önkormányzati út 2018-as pályázat megyei fasor útépítés döntése a közbeszerzésről. A múlt héten a pénzügyi településfejlesztési bizottság a kiküldött anyag alapján megtárgyalta a megyei fasor építéssel kapcsolatos anyagokat. Ezzel kapcsolatban szeretném fölkérni Kocsis Marian elnök asszonyt, hogy ezt a tájékoztatást a testület felé. Igen. A múlt héten, erről már több helyen is beszámoltuk, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és ha röviden szeretném összefoglalni, nem támogatta azt. Végighallgatva a megjelent környezetvédelmi bizottság tagjainak az előtt hozzászólását, a lakossági hozzászólásokat, valamint a pénzügyi bizottság négy tagjának az állásfoglalását, úgy ítéltük meg, hogy ez a fajta felújítás ebben a formában nem szolgálja a településen lakóknak maximálisan az érdekeit, mert olyan mérvű környezetkárosítással és olyan mérvű felesleges beruházásnak tűnik a járna, amit nem szeretnénk támogatni. Erről részletesen beszámoltunk a jelenlevőknek, írásban átadtuk a tagoknak, jelzőasszonynak, polgármester úrnak. Igyekeztünk közzétenni több fórumon is, hogy mik ezek a problémák, amikkel nem értünk egyet, ami miatt ez nem élvezte a bizottság támogatását. Sorolnék egy párat, a nagyon széles út, a fakivágások, az árkok, a körforgalom, ezek voltak általunk úgy ítéltük meg, és jelenleg is azt látjuk, hogy a forgalom számlálást az kicsit túltervezte a tervező, és hiányoltuk azt, hogy nem volt megfelelő lakossági tájékoztatás, nem volt megfelelő lakossági bevonás a témában, ezért nem támogattuk a határozati javaslatot. Mondjam tovább, vagy itt bezárhatom. Hogy jó. Mert ugye hova jutott, jó, hát akkor minden, mert a bizottság itt nagyjából befejezte a tevékenységét ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a elnök asszony szavait. Így van, hozott egy döntést a pénzügyi bizottság, ugye, amely nemlegesen szavazott. Ebben az esetben ugye a testület elé terjeszti ezen döntését, és a beterjesztett döntés kapcsán kértünk egy előzetes megbeszélést a testületi ülés előtt a képviselő tagokkal, hiszen kicsit úgy értelmeztük mi ezt a dolgot, hogy ha bár ugye, ha most kicsit belpolitikáról beszélünk, akkor néhányan szavazással ők is elmondták, hogy tudják, hogy a testület akár el is fogadhatná ezt a fajta dolgot, de a kompromisszumok híve vagyunk, ilyen szinten is kértük, hogy akkor üljünk le és beszéljük meg, hogy mik azok a pontok, mik azok a kérések, amelyek alapján ez a szerződés aláírásra kerülhet, az közel 150 ezer forint visszaemtérítendő támogatást nem kell akkor visszafizetni, és nem utolsó sorban még van ugye a pénzminisztérium részéről megigényel további 22 millió forintos támogatás, ami kimondottan csak a közbeszerzéshez, az a projekthez kapcsolódik,
le kelljen visszafizetni, és a projekt valamilyen módon meg tudjon valósulni. Ebben a kapcsolatban ők adtak felénk egy több pontból álló javaslatot, amit itt előzetesen megtárgyaltunk, némi kiegészítéssel és változtatással, mi azt mondtuk, hogy ez így elfogadható, hiszen ha úgy gondolja a testület ezen tagjait, tehát a három fő, illetve a mögöttük álló nyilvánosság is, hogy ezeket a változtatásokat tegyük meg, úgy, hogy a támogató ezeket elfogadja, és hangsúlyozom úgy, hogy a támogató elfogadja, akkor ennek a kapcsán ez a szerződés, ez a kivitelezés elfogadására kerülhet azzal a feltétellel, hogy csak és akkor abban az esetben történik a kivitelezés, hogyha márciusig természetesen a megfelelő szükséges áttervezés, a megfelelő fáknak a kivágásának a számnak a csökkentése, és egy mondjuk másfajta párlottató rendszernek az elfogadtatását a támogatóval, illetve a szakhatóságokkal meg tudjuk tenni. Ezek, mondja nyugodtan, hogyha van, tehát ezeket sorgottuk föl, és akkor, hogyha valakinek van szükséges, akkor... Szóval, hogy felolvasom. Igen, tegyétek meg nyugodtan. Tehát amiket mi fontosnak tartottunk, hogy a pályázat írójától egyedi elbírálást kell kérni a határidő és műszaki tartalom változtatásra, a megváltozott körülményekre való hivatkozással párologtató ánfó. Hatos pont. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges határozat csak akkor terjeszthető a testület elé, ha megtörténik a tervek teljes felülvizsgálata és azok módosítása az alábbiak szerint. A pont. Útszerkezet szélességének felülvizsgálata csökkentése. B pont. Párologtató árkok helyett más műszaki megoldás kidolgozása, bevonva a vízműveket és a katasztrófavédelmet, hivatkozással arra, hogy a már megvalósult árkok bebizonyították, hogy funkciójukat nem látják el. C pont. Igazoló mérések kezdeményezése az utak talajszennyezési hatásáról vízművekkel egyeztetve, a B, az A és a B pontok következményeként a fakivágások teljes felülvizsgálata, a fák megtartásának egyenkénti vizsgálata, a fakivágások minimalizálása, E pont, a körforgalom helyett normál csomópont kialakítása, szintén a legkisebb környezeti károsítással, F pont, a lakosság széleskörű tájékoztatása a tervezett változtatásokról egy lakossági fórum keretei között megtörténik. És végül a hetedik pont, ennyi volt. Meg az eleje is kimaradt, bocsánat. Tehát az, ami az egésznek mondjuk pont lesz, hogy a kivitelezői szerződés külön megállapodásban ki kell egészíteni azzal, hogy a kivitelező a munkát addig nem kezdheti meg, amíg erre külön kivitelezést megindító határozat nem születik, valamint, hogy ez semmiféle anyagi terhet nem ró az önkormányzatra. Továbbá a műszaki tartalom változása esetén az esetlegesen csökkenő elvégzendő munkamennyiség értéke a kivitelezés díját csökkent ki. Ez az egyetlen egy pont, amit mondtam, hogy ez nem tud így módosulni, mert a közbeszerzés egy fixen kiírt pénzügyi kötöttséggel rendelkező dolog, ez az egyetlen. Én amit láttam, ami még hiányzik belőle, a mondható, hogy mindezek felvizsgálat és megvalósulása, a pályázat támogatása, fózárás nem történhet. Tehát ez a legfontosabb. Igen. Tehát nyilván a jelenlők részéről is mondjuk, hogy ezek a változtatások annélkül, hogy a pénz visszafizetés megtörténjen, hogy egyáltalán ne hiúsuljon meg a projekt, csak akkor tud megtörténni, ha a pályázati kiíróval és a pályázat kezelőjével egyeztetett módon történik meg. Ha ezeket befogadja, ezeket a kéréseket és ezeket a változásokat, akkor a projekt tud működni. Ha nem, akkor gyakorlatilag ugye annak vannak jogi és anyagi következményei az önkormányzat felé. Mi azon vagyunk és azon leszünk, hogy mi pedig is, hogy ezeket a kívánalmakat, ezeket a módosításokat, amit a képviselők megfogalmaztak, ezeken átlépjünk. A legfontosabb az, hogy a holnapi nap folyamán lejár a közbeszerzésnek a aláírásnak a lehetősége, hogy ne kelljen új közbeszerzést írni, ne kelljen új
eljárást folytatni, mert eddig már az önkormányzat megközelítőleg 9.800.000 forintot tett be a tervezésbe, az engedélyezésbe, a pályázati dokumentációk előkészítésébe és a különböző kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódik. Ezek után jött ugye a kompromisszum a testületi tagok részéről. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek mellett így elfogadva működőképesen némi időbeli csúszással, viszont az egyeztetések körülbelül 2,5-3 hónapot biztos, hogy időben van a tenni, de ami azt jelenti, hogy egy olyan márciusi kezdéssel, ha minden jól van, akkor a munkálatok el fognak tudni indulni. Idáig jutottunk el, és ez alapján fogom felkérni a testületet, hogy a kiküldött határozati javaslat alapján, igen, bocsánat. Egy mondatot még szeretnék hozzátenni, hogy a polgármester úr arra is ígéretet tett, hogy amikor tárgyal a pályázat kiírójával, akkor mi is részt vettünk ezen a tárgyaláson. Jó, tehát ezek mellett a kiküldött határozati javaslatokat szeretném beterjeszteni elfogadásra. Azzal a kiegészítéssel, amit most itt a jegyzőasszony segített és kiegészítettünk és beírtunk a határozati javaslatba, és itt nekünk van még egy feladatunk keresztül. Igen, a közbeszerzési eljárásra most népszerinti szavazás kell tartani, tehát nagyon későn érkezett így. Egy összeférhetetlenségi nyilatkozat van csak benne, és két egyéni bírálatilag, ugye az egyik az érintelenségről szól, a másik meg az eredményeket, azt kell kitölteni, amelyiket gondolok. Jó, tehát ezt kiosztom, ezeket kell kitöltem, és akkor azt tudom, hogy nem tudom. Akkor mi lesz, és akkor mit tudunk tenni? Van egy bizonyos minimum, aminek meg kell felelni. Tehát a megkezdés, amikor megkezdődik a kivitelezés, és amikor aláírjuk a közbeszerzést, elvileg megkezdődik a kivitelezés, ha ennek még ásókapavágás nem van, nincs is, abban másodpercben tudunk olyan változtatási kérelmeket elindítani, amelyek különböző hivatkozással szeretnénk a műszaki tartalmat változtatni. Ezek lehetnek azok, hogy eddig nem ismert akadályokba ütközik mondjuk a útvonalvezetés, esetlegesen olyan közművek vannak, aminek elvileg nem szabadna lenni, mert az összes közművel, közműszolgáltatóval lett nyilatkoztatva, a terv el lett fogadva, illetve lehet azt mondani, hogy, egyéb változási kérelmeket folyamatott önkormányzat, amelyet természetesen le kell tárgyalni. Itt nem tudok csípőből válaszolni erre, hogy ez hogyan fog tudni átmenni. Elvileg volt rá már lehetőség, és már egyéb projekteknél is megtörtént az, hogy ez tudjon menni. Nem titkolt dolog, és akkor ezt hozzáteszem, hogy beadtunk egy további kérelmet, hogy a jelenlegi Csendes utcától számítottan egész ki a Kislak utcáig kapjunk még további kiegészítő támogatásokat, az természetesen egy teljesen különálló közbeszerzésként fog tudna megvalósulni, amennyiben is ezt a pénzt megkapjuk. Ugye
szeretnénk ezeket az egészet összeomolni, hiszen a nyárfasorra, ami ugye a Dunától a napsugárt éri, oda is kaptunk egy 20 millió forintos útfelújítási támogatást. Innentől ugye el tudunk menni a napsugártértől a Csendes utcáig, remélhetőleg ezek összejönnek, és ott egy megfelelő indokoltságra ezt felfűzzük, megbeszélve a képviselőkkel, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy azok a változások, ha nem is 100%-ban, tehát ha ezt kihangsúlyozzuk és ezt megbeszéltük a többiekkel is, nem is 100%-ban, de ezeket a változásokat megpróbáljuk átvezettetni, és ez alapján a kivitelezést módosítani, és így megtenni ezt a kivitelezést. Tehát ezt tudjuk most elmondani. Ez tudom, mit jelent keskeny, csak Bülner Dóra vagyok, ez keskenyebb utat, az árkok nem megvértét, a ezekről beszéltük, és ez, van le, ez lett leírva ebbe a kiegészítőben. Ezeket tán. Lehet tőlük kérni, és akkor erre jön. Ezekre próbálunk kérdéseket beadni, természetesen a képviselők is jelezték és tudják, hogy nem mindent és nem 100%-ban lehet ezért, ha kihangsúlyozom ezeket átverni, hiszen a pályázatnak volt egy kiírása. A pályázatnak van egy kötöttsége, van egy kötelező műszaki tartalom, egy csomó olyan dolog, amin biztos, hogy nem fogunk tudni változtatni, de azokból, hogy a fák létszáma megmaradjon több helyen, ez a részben a kivitelező, részben még a tervezővel egyeztetett módon meg tud történni. Ez egyik. Az árkok minőségében is ugyanezt megbeszéltük, hogy megnézzük, mi az, ami, amikor közbeszerzés van és építés van, aki ebben járatos, az nagyon jól tudja, hogy műszaki tartalmával hasonló, nem várt, ugyanaz a tehát műszaki tartalmával hasonló műépítmény lehet, ami nem változik meg műszaki tartalomban, tehát ki tudja váltani, árértékarányban meg kell lenni. Amikor a közbeszerzést ellenőrzik, illetve a kivitelezést, akkor darab forint fillére nézik azt, hogy ez meg ez méterre megvan-e. Tehát nem tudunk más tenni. Ezeket kell átvezettetni, ezeket kell kérnünk a támogatótól. Ugye ez most jelen állapotban a Magyar Állam kistárna keresztül fut, de természetesen a pénzügyminisztériumnak is ezt meg kell tenni, és nem utolsó sorban a legelső testvények önkormányzata. Tehát ezeket kell nekünk végigvinni. A kompromisszum úgy nézem, hogy a képviselő részek, képviselők részéről ugyanúgy megvolt, hogy a mi részünk, de mindenki részéről. Én azt szeretném, hogy ez a projekt valamikor, ha minden jól megy, akkor a jövő év nyár eleje közepére befejeződjön. Ennyit tudok most mondani, mert most a, bocsánat, egy kicsit elmaradtam a adminisztrációs dologba, de ha van még esetleg valaki az egy kérdés, akkor... Szóval még ezek is megtudom, hogy... Mi mindent el fogunk azért követni, hogy a hasonló műszaki tartalom az jelentse azt, hogy demonstráljuk azt, hogy az árok nem váltja le az eredetileg elképzelt hatást. Ezért nem megfelelő. Olyasul tudod, hogy egy irányú, hogy legyen egy ilyen, arra nincs mód? Az egy forgalom technikai megoldás, például nagy barátja vagyunk az egyirányosítással, ez például egy nagyon klassz és egy hosszú távú dolog lehetne az egész település forgalom szervezése szempontjából. Végül is a Popovics figyelse a végül is a kompromisszumot hogy értjük? Az út az feltétlenül kéne, mert a Sziget utcáról egész le a Dunáig, aki mellettem ül és beszélne, a nyelvét elharapná. Tehát az út most megint elkezdett kátyúsodni, tehát az utat feltétlenül meg kell csinálni. Az, hogy a többség nem támogatta az eredeti álláspontot, az egy rendben van, tehát ezt nem tudjuk a, ennek mit. Halandók a műszaki tartalmát, hogy bevált ez a víz elvezető rendszer, vagy megállt, vagy szaporodnak a szúnyogok, vagy nem szaporodnak, de az utat feltétlenül meg kéne csinálni, mert ez borzasztó. Ezért is született ez a... Jó, tehát amikor a kompromisszum született a vezetőség, az út lesz. Szilárd, úgy valatra szükség van, annyira szeretném ezt kiegészíteni, hogy nem az út ellen voltunk. Jó, hanem egy olyan műszaki tartalom volt, amivel nem értettünk egyet. És ennek már tényleg itt elmondták többen, jó, hogy ezek ki voltak, tehát nem az út ellen voltunk, hanem egyszerűen az a műszaki tartalom, azt nem tudtuk elfogadni. Jó, mert hiába töltik fel évente vagy két évente a fesztiválra, tehát az a
amit a polgármester szervez a csillagtéren. Tehát... Odáig rendben volt, ezelőtt megcsinálva, és utána megint jött ez a, az egész sziget. Egész sziget. Ugye, jó, de... Tehát, bocsánat, most nem akarom tartani a testületi keretek között az egészet. Ami nagyon fontos, és akkor itt még elmondjuk, arról is beszéltünk, hogy amennyiben kialakulnak a műszaki tartalma, ennek lenne egy lakossági fórum oldala, ez valamikor február vége felé. Addigra azt reméljük, hogy a képviselőtestület tagokkal, illetve a műszaki emberekkel azokat a változási lehetőségeket a támogatóval együtt már tudjuk a lakosság felé mutatni, és ennek lesz akkor egy lakossági fórum oldala. És akkor most én ebben a szempontból a képviselők részére nincsen kérdés, akkor tovább mennünk és döntésre vinném ezt a dolgot, ami azt jelenti, hogy szavazás lenne, és akkor kérném akkor Timi, hogy mondjad, hogy ugye név szerinti szavazás van, akkor... Felolvasom a képviselők népsorát, és akkor mindenki igen, nem, vagy tartózkodom szavazattal szavazni. Ami arról szól, hogy akkor gyakorlatilag a közbeszerzés elfogadva a kivitelezővel szerződés aláírásra kerül, azokkal a feltételekkel, ami a határozati javaslatban megfogalmazásra kerül, kiegészítve az a 4-es, hányas pontot, bocsánat, 4-es ponton lefele, így van. Akkor érző asszony, szeretném kérni, hogy... Kajos Lászlóné. Bombás Jenőt. Igen. Majd ezt tisztítom. Igen. 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 Érkezett a határozati javaslatra, végül is kompromisszum eredményeket született. Jó? Jó. Akkor gyakorlatilag ugye felolvasom még egyszer, vagy pedig elegendő volt mindenki hallott, hogy a testület akkor gyakorlatilag kompromisszumok mellett együttműködve 7 igen szavazattal elfogadta, hogy a jövőbeni változtatásokat átvezetően a lehetőségeket, a szerződést aláírhatja a polgármester, és kezdik meg az egyeztetéseket a kivitelezővel, a mérnökkel, valamint a támogató szervezettel. Jó? Akkor köszönöm szépen, és akkor ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van még valami, valakinek még valami? Ha nem, akkor köszönöm, hogy ezt a napirendi pontot ilyen módon bezárom. A második napirendi pontunk az elterjesztés a folyószámlahitel kapcsán. Vagy jaj, bocsánat, halljon. A pénzügyi bizottság megtárgyalta azt az előterjesztést. A kedves napi rendi pontát a folyó
számolhatnál meg, hogy a pénzügybizottság tárgyalta, megkérem az elnök asszonyt, hogy... Pénzügybizottság megtárgyalta azt az előterjesztést, ami arról szól, hogy az önkormányzat, ahogy minden évben most is köt az OTP-vel egy ütönzett folyószámla hitelt, a saját bevételei termére, ha valamilyen olyan helyzet áll elő, hogy nem tudja finanszírozni az állami normatívák és egyebek beérkezéséig a tevékenységét, akkor lehetőséget nyújt egy ilyen hitelnek a használatára. A jól emlékszem, az elmúlt két évben nem is használta az önkormányzat. Ez egy biztonsági tartalék, így egy biztonsági eszköz. Ezt a bizottság elfogadta és támogatta a folyószámai terület. Egyetlen fontos dolog, hogy ezt minden évben meg kell hosszabbítani, vagy újra kell kötni, ugye gyakorlatilag ugye a felsőházi feltöltési kötelezettségünk, ugye Zsuzsu december, segíts ki, december 21-ig, addig föl kell tölteni, és gyakorlatilag január 1-től, amennyiben úgy van, akkor újra rendelkezünk. Első munkanaptól újra rendelkezésre áll, ez azért kell most elfogadnunk, hogy ez akkor egy folyamat legyen. Reméljük, hogy ilyen igénybevételre egyelőre nem kerül a sor egy közeljövőről sem. A testület felé teszem fel a kérdést, hogy támogatja, hogy akkor a folyószámla hitel felvétel megtörténjen. Egy hangulat a testület elfogadta, és köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a harmadik, hogy a jegyzőasszony készítette egy anyagot, a minden évben az év vége felé, illetve a nyári időszak alatt szokott egy úgynevezett közigazgatási téli igazgatási szünet lenni. Ezzel kapcsolatban kiküldtünk egy anyagot, nem tudom, tényleg erről pár szóban szeretnél beszélni. Hát igazából kiegészítésként csak annyit, hogy ezt én ebben gyakorlatnál minden évben így szokott lenni, mint ahogy szerintem szinte minden polgármesteri hivatalban. Ilyenkor adjuk ki a szabadságokat, akinek még megmaradt, de ügyeletet mindig szoktunk tartani. Egy vagy két ember azért itt szokott lenni, de ügyfélfogadás az alapvetően nincsen. Úgyhogy kisbíró, decemberi kisbíróban, ha most ön tisztül, akik, akkor ezt megjelentetjük, feltesszük a honlapra. Jó, és akkor ugye két munkanapnak az átutalás vége, kettő négy javaslatot itt van. A két szombati munkanapot, az ugye 24-ét és 27-ét dolgozzuk le, az mind a kettő egy rövidített nap. És akkor azt gondoltuk, hogy ezt a pénteken tartanánk egy hosszabb ügyfélfogadást. Nem csak 8-tól délig, mint egyébként rendesen, hanem 8-tól délig. Szerintem így egy kellő publicitást adom neki, ez egy teljesen rendben levő dolog. Hasznosabb, mint pénteken, vagy mikor szombaton, fél napot. Volt egyszer-kétszer, már bocsánat, senki. Tud, azt mondom, hogy hasznosabb, mint szombaton, így csinálni. Úgyhogy egyetért fel a testület, akkor kérem, akkor távolhassa egy hangulat, akkor a testület ezt is elfogadta. Egyebekben egy pár apró dolog, ami fontos lenne. Szeretném kérni a testületi tagoktól, hogy valami olyan fényképet juttassanak el már felénk, amit a holnapra a képviselőtestületi tagokként föl lehet kerülni. Jó az, amit az jó? Nekem jó az. Az jó? Nekem igen. Csak beszéltünk róla. A méretre jó, ha az megfelelődik, nekem az jó. Akkor ez beszélünk, kerüljenek föl. Jó. Jó. A másik, ami fontos, hogy a lapolódésen történt, ugye vannak olyan anyagok, amit majd szeretnék, hogy ezek időben megtörténjenek, hogy van a vagyonbevallás, illetve ezt azért mondom, mert december végén, vagy január elején megint kaptok, mindenki kap egy időn ilyen tudatot, hogy még egyszer ki kell. Ez azért fontos, ez ne legyen, bocsánat, így mondom, támadási felelősség kérdésére. Jó, tehát azért hívom fel a figyelmet. Jó, tehát a kuma, illetve a vagyonbevallásokat, ezeket legyetek kedvesek majd. Ugye az SMS szerint a pénzügyi bizottság feled érte, de azt én gyűjtsem be, nem. Ez azt jelenti, ugye nem? Jó, tehát akkor ide is majd adok egy tájékoztatást, igen.
Illetve ezek mindig a páncélszekrényre külön belehagyja. Meg tudom, hogy ezt már tudom, csak hogy mennyire kell bevonulni a pénzügyi bizottságnak ebben ilyen szempontból. Amikor határidő van, akkor adok egy tájékoztatást, és egy bizottsági ülésen ez elhangozhat, mert történt. De jó, de akkor nem kell tevőlegesen részt vennünk a begyűjtésében. Jó, és akkor még egy részem, még kettő, ami fontos. Az egyik az, hogy ez csak tényleg tájékoztatás, de a két Szentendre-szigeti gyalogos híd kapcsán, amit kiküldésre kerültek a két polgármester úr, Kisoroszi és Szigethomostól is behívásra került a minisztériumba, mert úgyhogy gyakorlatilag még nem, tehát ebben a szempontból még nem, ez az Euróvelóhoz kapcsolódó dolog, mivel a híd kijelölések mindenhol kisebb összeállódást alakítottak ki. Na most ebben közelkedett szépen próbálnak valami kompromisszumra jutni, ez tényleg csak tájékoztatás, hogy tudjatok róla, amennyiben tudok valamit, akkor ez működik. A másik, hogy múlt héten voltam a, hát ez a Lélek Kompoknak nevezett ilyen szakmai fórumon, azt mondhatom, hogy egyik szemem sír a másik nevet, ami történik, mert még az idei, illetve a következő éve való támogatás úgy néz ki, hogy meg lehet, utána lehet, hogy komoly gondok lesznek ezzel kapcsolatban, mert a Dunai és a Tiszai csapatok, hogy mondjam, összecsapnak. A gyakorlatilag a Révek Kompok üzemeltetése az egy eléggé ráfizetéses történetként szerepel az egész rendszerbe. 360 millió forintot ad egész országos szinten az állam ezeknek az üzemeltetésére. Jelen állapotban a szakmai fórum, mint ilyen, nem fog tudni összeállni megint egységként, akkor lehet, hogy gondok lesznek. Tehát ezre nekünk a jövőben, ugye ezt ti is felvetettétek, hogy a tömegközlekedéssel kapcsolatban valamit lépni kell, majd tovább kell majd lépni. Meg kell nézni, hogy ez hogyan fog tudni működni, illetve azt mondom, hogy attól is függ, hogy hova fogják áthelyezni a hídnak a helyét. Ez csak tényleg tájékoztatási jellege, tehát a jövő évre ugye az a támogatás, amivel üzemelni tud a mindkét átkelő időszakosan és állandóan ezek a pénzek megvannak. De mondom, az ott lévő minisztérium emberek is azt mondták, hogy hát ha ez így nem lesz egységes, akkor gyakorlatilag ki fognak vonulni ebből, ami nagyon nagy baj. Tehát, hogy ezt hogyan fogjuk tudni megtenni, nem tudom, ezt folyamatosan figyelembe kísérjük. Ha ebben van valami, akkor abban másodpercben jelezzük. Ez tényleg informális dolog, meglátjuk, hogy mit fogunk tudni tenni. Jó, és akkor még egy dolog, hogy lesz egy testületi ülésünk. November 8-án. 28-án, amikor ugye az adóval, az adókkal, meg az egyéb pénzügyi dolgokkal kell foglalkoznunk, ez csak ilyen előrejelzetükre mondom, és akkor utána még decemberben tervezzük ugye a egy közmeghallgatás, még egy testületi ülés, ez csak a jövőben, hogy ezt időben megpróbáljuk kiküldeni, úgyhogy ez mindenki felé megfelelő módon időben el tudjon jutni, ha egyenekben nincs más. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy mikor tervezi a testület, hogy foglalkozzunk az éves munkatervvel, a költségvetéssel, és mondtad, hogy várod majd, hogy mi is dolgozzunk az 5 éves gazdasági programban is együtt, hogy ezekkel mikor találkozunk. Gyakorlatilag ugye most a költségvetés koncepciója, ugye ezt fog állni majd a év végére, tehát ez egy szöveges előterjesztés lesz, ami gyakorlatilag számokat nem igazán fog el, illetve egy-két számot tartalmaz majd, hogy milyen irányvonalak legyenek. A jövő évi munkaterv szerintem gyakorlatilag mindenki gondolkodjon, és utána ez le van írva, akkor természetesen a ütemezésnek megfelelően ez bele fog kerülni, velem egyeztetve is jegyzi azt, hogy egyeztetve a jövő évi munkatervbe ez a dolog. Ez a két testületi ülés, ami előttünk van, ez most, én mondom, azt mondom, hogy pont megismerkedve azzal, hogy mi az önkormányzat helyzete, ezt fogjuk tudni most szerintem elérni a két testületi ülésbe, és akkor a jövő év elejétől már elfogadott munkatervvel, már a költségvetési koncepció és a költségvetés kidolgozásával fogunk foglalkozni január-februárban. Jól mondom? Igen. A költségvetési rendeletet is ugye október végén, tehát kétszer módosítjuk fél évkor, tehát
a féléves teljesítés adatok után és a háromnegyedéves, ha nem jön közbe bármilyen, de ugye a változtatásokat az testületi határozat alapján vezetjük át a költségvetési rendeleten, és a soron következő rendeletmódosításnál az beépül, bármilyen határozatban döntés születik bármilyen kifizetésre. Most ezt október végén szoktuk, a háromnegyedéves, ugye minden hónap 20-áig kell leadni az államkincstárnak a havi jelentés, negyedévente mérleget is. És ezt úgy szoktuk, hogy október végén a testületi ülésen szoktuk, csak most ugye a választás miatt ez egy kicsit megcsúszott. Az megold útkor, nem a háromnegyedéves. Nem, a háromnegyedéves még nem, a fél éves volt. Nem, az a fél éves volt, igen. Készen van már, csak ugye itt most a testületnek a megalapjára való foglalkozás érdekel, hogy erre készülünk, mondjuk decemberi testületi üléssel nagyjából mik lesznek a témák, tehát hogy ezek most, tudunk. Most rakjuk össze. Januárban aktuálisabb, tehát ugye októberben meg kell adni a következő évi normatíva igényést. Uh-huh. Ami gyakorlatilag központilag van, tehát az önkormányzatok általános támogatása az központilag van megszabva, uh-huh. amit ők számolnak ki, jövedelemadók képesség, munkanélküliek, tehát az több kérdező. Tehát abban mi nem tudunk beleszólni, amihez én számokat szolgáltatok, azok az iskolai és az óvodai, tehát az óvoda működése, ugye, a létszáma. Az iskolánál pedig a diákétkeztetéshez. Na most pont mondtam polgármester úrnak, hogy először fordult elő, ugye amikor ezt úgy hívják, hogy megalapozó felmérés, amit én beküldök, ott helyben rögtön én látok eredményt is. De idén fordult elő először azt, hogy ami a legnagyobb összeget, tehát az önkormányzatok általános működési támogatása, az most nincs benne. Tehát az később. Tehát a végleges eredményt azt január elején teszik fel az EBR rendszerbe, onnantól fogjuk tudni, hogy mik azok a konkrét bevételek, amivel számolni tudunk. Ilyenkor még, amivel foglalkozni kellene, azt ugye november végéig egy az, hogy tervez az önkormányzat helyi adó emelést vagy sem, és a másik pedig az, hogy ugye figyelembe véve a folyamatban lévő beruházásokat, tehát amikkel úgymond kötelezettséget vállalunk, azon kívül mik azok a fejlesztési tervek, amik nem mondom azt, hogy bele fognak férni a következő évi költségvetésbe, de föl kellene állítani, hogy mik azok, amiket fontosnak tartunk, és anyagi forrásaink mértékében úgy valósítjuk meg őket. Egy pici apróavítást fejtelében ez úgy, hogy a tervek azok lehet, hogy beleférnek. A megvalósulás. A megvalósulás. Bocsánat, csak azért, hogy, tehát, hogy valami, tehát hogy értsetek, tehát hogy ez az, amit mondtunk, hogy átnézni a napsugárteret, átnézni azt, hogy a többi gerincált úthálózatnak nézzük át, hogy a tervét meg kell nézni, hogy mi. Nem tudom, illetve én nem látom, és nem kaptam fülest arra, hogy milyen pályázati kiírások lesznek. Ezeket az a baj, hogy nem lehet ezt kiszámolni, hogy mit fognak kiírni. Tehát ezt higgyétek el. Mindig majdnem azt mondom, hogy egy ilyen gyors reagálással, hogy az információkat megelőzve kell valamilyen lépéseket tenni. Ezeket mindig és mindenkor a testület felé én szállítom, és aki tud valamit, az is szállítsa, mert gyakorlatilag így lehet tovább lépni ezzel. Másképp semmilyen módon. Én azt mondom, hogy ki van, le van írva, van az a program, ami alapján jó lenne végigmenni, ha annak egy nagy részét tudjuk teljesíteni, akkor az 5 év alatt ez egy nagyon jó dolog lesz, lehet, hogy sokkal kevesebb, tehát ugye nem fogjuk tudni. Azért most jön majd a mindezett 2-3 szűk esztendő az uniós pályázatok hiánya, csak a saját, illetve a hát igen, és ezt kell meglovagolni a Pest megyei alap, hogy éppenségül a belső, tehát a magyarországi finanszírozási pályázatokat kell megnézni. Kérdés az, és ami nagyon-nagyon fontos, utolsó magaként ilyen, azt mondom, hogy mi fog történni a Közép-Magyarországi régióval? Maradunk-e Budapesthez kötve? Ha... Vagy akkor fogok rá... tudod, mert ha nem,
akkor minden meg fog változni, hát remélhetőleg. Tehát az, ami lehet, hogy itt ez a kommunikáció nem jelent meg, de mindenhol elmondjuk, hogy 10-15 éves lemaradásban van a Szentendrei-sziget a párhuzamosan levő dunai településekhez képest. Tehát ezt próbáljuk is, ezt erősítjük mindenhol. Ennek kell, és ehhez kell még egy további tervet kidolgozni, környezetvédelem, től kezdve a közlekedésen el minden, ebben nyitottak vagyunk. Jó, oké. Szerintem ez a bizottságot foglalkozni. Jó, köszönöm. Parancsoljuk. Ja, egyébként, hogy a mezutakat mondtad, egyébként gerincutak, stb. Majd a rendbelakását, hogy ez a földutakra, most, hogy van-e valami koncepció, azt mondja, hogy a Morvai járnél egy szólogatni, stb. Csak nézem, hogy ott tényleg ott járok minden nap a Nárciszon, meg egyéb takon, hogy egyre rettenetesebb az állapot. Tehát, hogy ennek biztos meg így kell találnunk valami fajta... Autót kell. Van egy új technológia, amit láttunk, bocsánat, arra szabad, van egy új technológia, amit láttunk elvérve, de pont ez a kivitelező használja. Ez úgynevezett felrotálják a talajt, igen. És utána egy ilyen emozióval visszatörték. Tehát elvérben ez ad egy X időt a, most nem tudom megmondani, nem tudom utána. Ez védelezés? Nem védelezés. Tehát a rotáció a fölrotálja, fölazítja, fölülre kerülnek megint a van frakcióban ez a különbözött kövezet, tehát betörték. Fölrotálja, és utána visszahengeri, és egy minimális emóziót adnak ennek az egésznek. Elvégben az erdészeti utaktól kezdve mindent ezekkel csinálnak. Mi erre már kértünk egy ilyen bekert, nekik ilyen gépük van, meg kell nézni, hogy a csatornafelblakok meg egyébként kapcsán hogy tud működni. Ha ezt tud nekünk prezentálni erre egy műszaki tartalomban, egy olyan útrészt, ami nekünk kell, akkor ezzel lehet számolni. Uh-huh. És akkor lehet, hogy nem kell további aszfaltokat, vagy bármi egyedet tenni. Én még nagyon egyeztetem ezt ki, hogy nyilván azt nem lehet elkezdeni, hogy az aszfaltot tenni, és ez nem is lehet egyébként igény. Hogy minden egyes utca, ami mellék utca, és sem a gerinchálózathoz tartozik, az aszfaltot kapjon. Egyébként szerintem a földúton olyan nagy probléma nincsen, hogyha aszfaltban van tartva. Ebben igazodunk. És erre meg kéne tényleg találni, hát szerintem példát kell keresnünk arra, hogy, és nyilván nem csak ez egy technológia működik, amit most mondtam, hogy felrotálják és úgy teszik helyre. Nem tudom, hogy ez milyen emózió. Nem tudom, meg van egy... Jelen is, akkor mondom én is. Csak annyi a YouTube-on lehet a Tendix, az a YouTube, akkor már két videót is volna, még csak emóziót sem kell hozzátenni. Egy egyszerűen visszanyeri azt a kőmennyiséget, amit már beletettük egyszer az útba, és nem kezd nagyon-nagyon jól tud működni, ugyanis mindig ráhordjuk a homokot, és egy idő után megeszi a homok a zúzott követ. Ellenben ezzel mindig fel lehet frissíteni, és lényegesen kevésebb pótlás kell, és ha kap egy jó zárt kőburkolatot, és ez vissza van hengerelve, akkor életre meg tudja javítani a homokutat. Egy hozzávetésem lenne az erdészeti utakhoz, ott mindig van geotextíli alatta. A nevét lényegesen. Gyakorlatilag ugye az a martaszfalt, és bocsánat, hogy interaktív vagyok, az a martaszfalt mennyiség, ami van, azt pont úgy találtuk ki, hogy nem geotextíli, hanem geocellával raknák meg. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, a geocella egy mésejt szerkezetű anyag, amit megcsinálják az útfelszínt, tehát már ezt belepréselik az útba, tehát a meglévő homokos vagy bármi, és arra kapja meg a martaszfaltot. Ez arra szolgál, hogy ne tudja szétpréselni az útalapot meg egyebet, és ezzel csinálták a 37-es, nem tudom, egy csomó, most lent a... De a homokkal is az iszappal van a baj, az mindent elnyel. Az a geocellát is el fogja nyelni, a geotextília az megfogja, az auge marad. No. Oké, akkor ez volt, és még volt valami? Már csak egy van, hogy ugye itt a hírekben lehetett olvasni, hogy 2020. március 1-től ugye a járásközpont városok jegyzőjének át kellene adni a maradék építési igazgatással kapcsolatos feladatokat a kormányhivataloknak, és ugye azért ez ugye azért érint minden település, tehát hogy ez mit jelent? Járásközpont. Mert nem vagyok járásközpont, megtanulom. Jó. Hát akkor... Én írt a szerzőasszonynak e-mailt, hogy a juharfa védelembe helyezése kapcsán, mert a Csillagtérnél van, ugye az egy több mint egy 100 éves fa, hogy akkor jegyző asszony ebben lehetne valami indítást tenni. Én, ahogy írtam, megfogalmaztam a határozati javaslatot, jó, azt ki is mondtattam, remélem, hogy elegendő. Köszönjük, megoldjuk.
A néni nélkül, jó? Ugye befejeznek mindenki, jó? Jó, akkor jó. Köszönöm. Sürgősségi, bocsánat, így van, tehát amit a Gábor tervezted, ami arról szól, hogy a képviselő testvér egyelőben egyetért azzal, hogy kezdeményezi a Pocsmer ligetére található lyukarfát, ami helyvédelmi természeti értéket képviselő. Csillagtéren. Ligetér. Bocsánat, én azt olvastam. Az van ez a de csillagtér. Azért ligetéren egy jó busz van. Igen, azt mondja, hogy szemére. Helyi védett nyilván így csak. Jó, tehát itt van egy... Ugye ezt most én nem tudom, hogy ez beleesne itt azonban, de beszélgetéseinkben majd itt a jövőben hirtelen el kell induljon. Hát ha a körforgalomra gondolsz, akkor egyébként igen. Tehát hogy a körforgalom meg arra gondolsz? Hát, ha megsül a körforgalom, akkor... Alapján, hogy az úttal kapcsolatban most én nem tudom pontosan, hogy ez beleesik-e az az egy fa, de az szerintem így nincs az, az egyébként beleesik. Ha ott körforgalom lesz, akkor az a fa eltűnik. És az tényleg több mint 100 éves fa. Egy picit azért vonatkozott, mert az öregek mondták, hogy 100 éves nem lehet. Nem lehet, mert végig szőlő volt. Jó, tehát ennyi az egy egész, csak a 100 éve volt, a többivel nincs. 100 éves biztos nincs. Jó, semmi, ez, szóval ez már csak a... Pontosan volt. De azért, nyilván nem minden a szőlő volt pontosan, tehát voltak ilyen részek. A szőlők között. Szőlők között voltak utak, az út mellett pedig fák voltak. Gyümölcsnács volt az egyre. Jó. Már csak egy utolsó egyre. De bocsánat, ez a határozati javaslat. A döntés, persze. Hogy elfogadja a testület. Egy hangulat. Jó. És akkor még egy? Hogy a Szalai Kati adott be ugye egy ilyen kérelmet a Szántóföldjének az át és átsorolásáról, tehát a besorolási, igen. Hogy van erre esélye? Tehát van lehetőség? Láttam most ugye megjelent a honlapon, hogy ilyen mostanában itt történik. Igen, az utolsó módosításkor is volt egy pontosan hasonló okból kifolyó átminősítés. Ezt én nem tudom megmondani, hogy van-e neki esélye erre. Tehát ezt majd megkérdezem, tehát nagyjából úgy fog zajlani, hogy a főépítész asszony ad valami véleményt, ez majd bekerül pénzügyi bizottság elé. Bizottság megtárgyalja, mert hogy ez az akkor újra egy kész módosítás. Igen, tudom. Ennek van egy folyamat, és csak utoljára visszatérve a híradásra, amit az előbb mondtam, hogy oké, hogy szentember, ezt az ügyben nem érint minket. Tehát a járásközponthoz tartozik ez a... Folyamatosan. Kapcsolatban vagyunk a járási hivatal vezetővel, Varbólókat, akik bemutatnak, rettentően kapcsolatban vagyunk, én azt fogom mondani, nagyon sokat segít. Abban a pillanatban, amikor létrehoznak egy törvényt, és a törvénynek, tessék, javaslatot, mikor a törvény megint, én akkor sem biztos, hogy az abban a pillanatban fog, abban a pillanatban tudunk valamit, az természetesen szólunk, mert itt most még tényleg csak azt mondom, hogy beszélgettünk, hogy a iparűzési adó felhasználásáról is hoznak mindenféle változtatást. Most nem tudunk sajnos. Hát azért gondolom, bocsáss meg Miklós, hogy a szavakba vágok, mert ez több önkormányzatot érintett, vagy valamilyen módon, tehát hogy a 13 önkormányzatot. 13 önkormányzatot. Pilisvörösvár nem tartozik már hozzá, ez már csak 13. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valamifajta állásfoglalás kérdés, van ennek valami szövetsége, önkormányzati szövetsége? Hát aztán lehet kérni. Igen, hogy van-e értelme. Nem tudom, nagyobb a gyakorlatotok ilyen érten. Akkor csak azt kell megnézni, hogyha ugye ezeket a műszaki rosszokat elveszik onnan, és átteszik mások kérdés, hogy hova és milyen módon. Valószínűleg itt arról szól a történet, alkan bezárva, hogy a nagy beruházásoknak a elindítása és mérlegelése szerintem egy ponton legyen. Én legalábbis úgy gondolom.
de... Igen, alapvetően ez ugye itt, amik megépültetnek a jelenlegi intéz szerint lakó ingatlanok, azok abszolút nem esnek ebbe a körbe. Szerintem, sőt, ugye ezzel együtt most volt egy kormányrendelet módosítás az egyszerű bejelentésnek a névvel bővítéséről, ugye a még a liberalizációról, hogy nem kell a tervezőnek felelősségbiztosítás, nem kell vezetni az elektronikus építési naplót, ilyen és olyan esetekben nyilván, hogyha magának építi az ember, tehát az inkább szerintem e felé megy ez az egész, hogy valóban az építésű legyen egységesen kezelve, mert egyébként ilyen mérdék valánál dolgozom, és ott látjuk azt, hogy attól függetlenül, hogy ez úgyis van benne egy ilyen rész, és nyilván, hogy jogosultságát csoportosítás, de az építés a gyerekeknek a nem feltétlenül egyen szilárdsága is a véleményben látszik. Mindemellett, hogy most én nem mondom, hogy egyetértek vele azt sem, hogy nem, csak hogy vannak ebben ilyen részek is. Kimondottan ugye, pláne, hogy egyszerre mozog az egyszerű bejelentéssel. Jó. Még valami? Ha nem, akkor köszönöm szépen, és ha köszönöm a konzultációt. Köszönöm a konzultációt.